Gulyáságyuba készül, és szeretettel várjuk erre a gulyásra a falu lakosságát és az itt megjelent kedves vendégeket és a fellépőket. Esküről jöttünk, és hogy képviseljük itt a sói rendezvényen. Az előírások szerint, meg a megbeszéltek szerint ugye pincepörköltet kéne főznünk. Hát a lényeg az az, hogy van egy kis titkunk, mert mi sói hagymával készítjük az ételt, úgyhogy ebben bízunk, hogy a helyi ízek azok nyerőek lesznek majd a későbbiekben, meglátjuk, hogy alakul a vége. Reméljük, hogy jó helyezést fogunk elérni a pörköltünkkel. Ja. Sói szőlőhegyet képviseljük. Én kint lakom, és a párommal úgy döntöttünk, hogy eljövünk egy kicsit földöcsélni. Megkérták arra, hogy bármi megyek, úgy megyek mindenbe. Lehet az bármi hülyeségtű, kajlaságig, kordítolás, flugos futamba, amiben lehet mindenbe. Örülünk, hogy részt ez a szervezet, a civil szervezet, és hogy meg tudjuk mozgatni egy kicsit a falut, összehozni az embereket. Szeretnénk, hogyha hosszabb távon menne ez a dolog. És örülünk annak, hogy tényleg így egyben van az egész falu most. Most találkoztatok vele, főleg a focistát, illetve egy-két olyan akadály, hogy megjegyzem, nem biztos, hogy jól jár az, aki futni fog, mint a bolond, mert inkább, ha használja a térképet, pillanatok alatt áttekinthető a labirint. A legfontosabb a biztonság, a lábotok, az egészségetek, hogy a gödrökben elépjetek bele, és folyamatosan én azt kérném, hogy mindenki egyszer próbálja ki, korosztálytól és nemtől függetlenül ezt a pályát. Reméljük, hogy nyerünk vele, bízunk benne. Menjél. Mert a körbe kell jönni, gyere! Je m'appelle Lisa Stricker, j'habite en Belgique et je suis très contente d'être en Hongrie. Je suis avec mon petit copain et je salue toute ma famille là-bas. Mi te kis kupit mellé? Igen. Kütve bele. Rondod a támogatónknak, Kondrik Istvánnak, önzetlenül felajánlotta. Vegyétek légy szíves, gyertek, mert itt vannak már. Nagyon vigyázz magára, nem fogadj magad. Gyertek légy szíves. De nem várok. Nem olyan beres. Nem, mert fehér osztóval. Ez nem olyan sok szíves. Megyek, hogy inkább nem tegyünk bele. Van ott kenyér, de nem tegyünk. Jó, akkor nem megszíves. Hát mi ez is. Majd oda ülök mellé. Van egy nagyon kapvét.
Jó van, jó, jó. Gerard, jó, vagy nem. Koherés csapata. Koherés. Mikor? Falmot. Csak egy kicsit. Hajmáskér Soly Református Társaságközségnek az alkalmazottjai vagyunk. Immáron 2,5 éve házi segítségnyújtással foglalkozunk. A környéken az idős embereknek a mindennapjait próbáljuk egy kicsit könnyebbé tenni. A mi munkánk nagyon-nagyon fontos az idősek számára. A célunk az, hogy minél tovább az idős embereket az otthonukba tartani, és az otthonukba megkapják a megfelelő segítségnyújtást, ellátást, amit mi tudunk biztosítani. Illetve orvoshoz kísérjük őket. Vagy sokszor csak beszélgetésre van szükségük, és ez is lehet segítséget nyújt nekik, hogy lelki megkönnyebbülést adunk. Meghallgatjuk őket, akár családi, akár az álmodott éjszakájukról beszélnek. Úgyhogy igazából azt érezzük, hogy befogadtak bennünket, és családtagként kezelnek bennünket. Értékelni kell, hogy... Igen. Hadd a nagy úristen! Nem is húznám tovább a szót. Kérnek a lelevadást. Hát a Bertok Csenge megkérdezte, én hanyadik lettem, hát tájékoztatásul ő nyerte meg. Vedd át most a Marian szerepét. Második helyezett lett Csácsi Marian. Gratulálunk Mariannak. Már mint második és továbbiakban soron következő versenyként tudjuk majd ezt celebrálni a jelenlevőknek. Köszönjük, folytatjuk a programunkat. Rendezvény van, Litéri és megtiszteltek bennünket azzal, hogy itt majdnem mondhatni, hogy két rendezvény van, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, hiszen a falusi hangulat a számunkra nagyon fontos, hogy ezeken a programokon részt tudjunk venni, és nagy örömmel készülünk itt a következő. Nem tudom, hogy őnekik van-e vezetőjük, mert tihetek.
susog a szél, mikorvakony ősi rende, szívünk közbeszél. Új település idén is megrendezte Sólyom ünnepnéven rendezvényét, amely most több szereplős, megnevezett szereplő rendezésében jött létre, hiszen a Civilek Sóért Egyesület, Sóly Község Önkormányzata és a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség együtt próbálja lebonyolítani és minél szépé tenni, ebbé tenni ezt a kétnapos rendezvényt, ami tegnap egy gyönyörű bemutatóval, egy beszámolóval kezdődött El Caminóról, egy zarándokútról, majd egy fotókiállítás kezdődött meg. A mai nap folyamán pedig hagyományőrző csoportok lépnek fel, Fűnyi Rotoros Lovasi Ijász verseny folyik, Baranta bemutató lesz, Sziránszky József regős énekelt már nekünk, de van egy bográsgulyás főző versenyünk, illetve nagyon sok olyan közösségi gyermekjáték és egyéb program, amellyel örömmel várjuk ide Sóly falu lakósait, hiszen évekkel ezelőtt egy nagy kérdés volt ez számunkra, hogy most ez fesztivál legyen, és az egész megyét, vagy az egész térséget várjuk ide, vagy inkább a falu lakóit, magukat próbáljuk szórakoztatni. Ez a második elgondolás nyert már, csak azért is, mert az utóbbi időben nem csak ebben a településben, hanem szinte mindenhol komoly indulatok feszülnek az emberekben, és az a legfontosabb, hogy ilyenkor, ezen az egy napon, ezen az egy délutánon tudjunk egymással beszélgetni, megismerjük egymást, ígyunk együtt egy pohár bort, együnk közösen egy pörköltet, és felejtsük el a hétköznapokat, legyünk barátok, testvérek, olyanok, akikkel lennünk kéne a hétköznapokban is. Husz János vagyok, pénzezsi a polgármestere, Pikádi úrhoz a régi kapcsolat fűz, úgyis mint polgármester, az úgy mint a református egyház. Itten képviselője, és hát minden év súlyú ünnepséggel részt veszek. Gyakorlatilag nagyon kellemesen érzem magam, visszatérő vendég vagyok, és nagyon tisztelem benne ezt a vállalkozást, amivel a nyugdíjasokat, az időseket, a sérülteket feltarolja a szolgálatával, ami nem sokan egyházi szolgálat.
Mivel nyilván azon a rendezvényen, amelyiken a miniszter úr itt lesz, azon tudásának a legjavát. Mindenki azt csinálhatja, amit legjobban szeret, és talán ez az a lehetőség, ami mindannyiunk számára megteremti azt, hogy valóban egy falu, egy közösség tagjainak érezhessük magunkat úgy, hogy ne a másik rovására örüljünk, hanem a másikkal együtt tudjunk örülni. Épp ezért én most mindenkit arra hívok föl, hogy örüljünk együtt Molnár Dezsővel, akinek Zweigelt bora bizonyult a legjobbnak, és a 2014-es borok között. Így jogosultá vált arra, hogy Sóly zászlós boraként a Koppány vére címet viselhesse. Hát nem hiába omlott ki Koppány vére, mert hogy azt hiszem, hogy az ezer éves Sói templomért alapítványnak ez a díja, ez ismét jó kezekbe kerül. Kívánom, hogy egy évig büszkén viselje, és remélem, hogy legalább annyira örömmel fogadja ezt, mint amelyhogyan mi adjuk. Jár ezzel egy díszoklevél, valamint egy évvel ezelőtt a Sólyom ünnepen, ugye magyar rekorddá vált a Sói kard. És bár nem ott vagyunk, de innét jól lehet látni ezt a több mint 13 méteres kardot. A magyar rekordok könyvének egyik példányával szeretne a Sói templomért alapítvány gratulálni ehhez a díjhoz. Viselje, mondom, egészséggel, és reméljük, hogy még sokszor nyeri el a Koppány vére díjat. Köszönöm szépen. De ez már az utolsó cseppje a Koppány vérén. Köszönjük szépen. Mivel a vándorkupát nehéz egy év múlva megtalálni, ezért úgy döntöttünk, hogy Attila megkapja egyszeri alkalommal ezt a kupát. Gratulálunk! Egy pillanat, Attilának van egy-két gondolata. Úgy igazából köszönöm szépen a gratulációt, de ez nem az én érdemem. A párom összepok belepakolt, mert én csak tüzeltem. Az Attila tüzelt, általában ez más családoknál fordítva van, de ez így, ennél a család így jött össze. Legfeljebb, legközelebb így kell főzni. Ajánlom elsősorban a fiatalabb korosztálynak ezt a főzési technikát. Még valami esetleg, amit hozzá szeretné fűzni? Elfogyott az összes pörköltünk. Nem mondták, hogy kell adni. Csak egy szó! Lépés! Szállj! Figyelem, jobbra! Át! Igazolj! Maranta csapat, figyelem, köszöntés! Hey! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranta bemutatót fognak látni, Baranta, mint hagyományos magyar harcművészet. Immáron 15 éve létezik Magyarországon, és a hagyományos magyar harcművészet a botforgatást, karikás ostorozást, övbirkózást, íjászatot, csatakereszthajítást, néptáncot, népéneket foglal magába, ebből szeretnénk egy kis ízelítőt adni ma, akinek kedve van, csatlakozhat hozzánk, jöhet edzéseinkre, és mindjárt kezdjük is egy tánccal,
táncunknak pedig az a lényege, hogy összekovácsolja, összehozza egy kicsit a Baranta csapatot. Edzéseink elején és bemutatóink elején is szoktunk egyet táncolni, egy moldvai körtánccal szeretnénk kezdeni. Karikán, kicsit a ligán, három véka fülemüle énekelt a fán. Kordékotogó, taliga kerék, három véka jó kívánság, áldjon meg az ég.